te is az E-mentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Jó reggelt, szervusztok! Na Gábor, sok mindennel vagyunk adósok, ami a múlt hetet illeti, de olyannyira, hogy ez lehet egy következő téma is lesz, sőt, mint több, mert hogy csak egy mondat erejéig akartunk rá visszatérni, de lehet, hogy egy kicsit hosszabban beszélünk, és ez nem is baj. Előtte azonban hoztad nekünk ezeket a kis vizeket, ugye? Nem mondunk márkát, de hogy ez az, amiről beszéltünk a múlt héten. Ugye? Lugos víz. Igen. Lugos vizet. Éjgyomorra reggeli előtt, amikor üres a gyomor, fogyasztunk egy-két pohárnyi lugos vizet. És egyébként a legtöbb ásványvíz semleges gyengén lugos kémhatású. De kicsit erősebb, ez 8,8-as. Ez egy 8,8-as pH-jú. És a PPM az micsoda, bocsánat, az is rá van írva nagy betűvel. Az egy mértékegység, egy igen kis mértékegység, tehát nagyon kis mennyiséget jelöl. Uh-huh. És akkor ezt jó sportolás közben még mindig, ugye? Ez az, amiről beszéltünk a múlt héten. Igen, 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 itt vannak benne ugye hidrogénkarbonátok, van benne számos ásványi anyag. Ugye itt is fontos, hogy mennyi az ásványi anyag tartalma, azt mindig megnézzük. A kémhatás sem mindegy, és... ezt is használjuk mértékkel, de rendszeresen használjuk. Hát, mint mindent mértékkel. Igen. Igen. De itt fontos, hogy ha evés után iszol lugos vizet, igen, akkor a gyomor savat le fogja kötni, hogy könnyen lekötheti, és akkor az baj csinálhat. Ezért mondjuk, hogy amikor üres a gyomor, tehát nem véletlenül. Ez csak egy pici hozzátétel. De ezt mondjuk korán reggel? Akkor érdemes? Egy gyomorra? Igen, illetve napközben, amikor úgy érzed, hogy mondjuk ebéd előtt vagy, vacsora előtt vagy, és elég biztos, hogy nem ettél semmit, üres a gyomor, akkor használjuk. Aha. És akkor a sportoláshoz is ajánlod. Alkargyakorlatok, tricepszezés, másfél kiló, nem olyan. Igen, hát sport közben ugye képződik a teljesav, meg utána is, és akkor segíti ez a típusú folyadékfogyasztás azt, hogy minél hamarabb ez a visszaalakulás, ugye a regeneráció megtörténjen. És a Magyar Vöröskereszt is ajánlja. Na, igen, ugye a múlt héten az ásványvizekről beszélgettünk, hogy mennyit jó inni, mennyit kell ebből inni, mi az, ami sok ásvány tartalmaz, mennyire jó az a szervezetnek, mennyire nem csapvíz, ásványvíz. Ugye elmondtuk, hogy lehet csapvizet is inni, ásványvizet is inni, minden mértékkel nyilván. Elég hosszan beszélgettünk erről. És aztán szóba jött egy téma, amit ugye én a végén vetettem fel, de mondtad, hogy ezen a héten visszatérünk rá, aztán látom a jegyzeteidet, hogy ez olyan hosszú is lesz, hogy akár egy komplett téma is lehet. Hiszen ugye napvilágot látnak olyan cikkek, amiben az ember azt olvassa, hogy veszélyes lehet egy-két műanyag palack, és hogy mindenféle vizeletmintákból, meg vérmintákból kimutatták, hogy néhány embernél a palackból kiázó tulajdonképpen műanyag adalékok, azok megemelkedhetnek a vérszínben, vagy a vizeletszínben. A vizeletnek a tulajdonképpen mennyisége megemelkedhet a vizeletben. És jön a kérdés, hogy akkor most üvegből igyuk, vagy ásványvízből igyuk, van-e ennek bármiféle valóságtartalma, mi a helyzet? Igen. Van egy rossz hírem, meg egy jó hírem, úgy szoktuk mondani. Ezt szeretem benned, hogy rossz hírt is hozol, de egy jót is. Tehát ugye a műanyagok bekerültek az élelmiszeriparba, az élelmiszerek göngyölege csomagolása is műanyag lett részben. Ugye régebben több volt az üveg, most már inkább a műanyag, és a műanyagok között is különbség van. Itt ez a rossz hír, hogy a műanyagokból egy-két anyag kioldódhat jelesül, mondanám az egyiket, BPA, bisphenol A vegyület, a másik az antimon, ez egy katalizátor fém, amit a műanyaggyártáshoz használnak. Ez a rossz hírem, ez a két anyag. A jó hírem az, hogy a szakma és ugye külföldi kutatások eredményeként egy olyan, hát egy olyan tevékenység, egy lobby tevékenység indult el, ami pozitív irányt jelentett, és az úgynevezett PET palackokból kivonták ezt a bizonyos BPA nevű vegyületet, a bisphenol A-t, az antimon az benne van, erről esetleg beszélünk majd, és most már elég sok szakmai eredmény áll rendelkezésre, annak érdekében, hogy megállapíthassuk, hogy melyik az a flakon, az a palack, amelyik jó, melyik az, amelyik nem. És az egyszerű halandó is meg tudja állapítani, mivel minden palackon van egy háromszög, és van egy szám a háromszögben. Attól függ, hogy ez a háromszögben lévő szám milyen szám, hogy azt a palackot jónak tartjuk, vagy abban van bisphenol, vagy pedig nincs, tehát mentes attól. Ez vagy ugye a cetlin van magán, ugye? Legtöbbször a cetlin, vagy a flakonnak az alján is láthatjuk. Magán a műanyag, ugye? Magán a műanyag flakonon is van ez a szám. Igen, igen, a problémát az jelenti, hogy látszólag azt gondolnánk, hogy minél szilárdabb egy palack, ugye vannak ezek az egészen kemény szilárd
üdítős palackok, annál jobb és annál stabilabb, de nem, sajnos fordítva van. A szilárd kemény palackokban lehet ez a BPA nevű vegyület, de ez is kérdéses, ugye mondom, a számtól függ, az egyes szám a PET palackot nincs benne. Viszont, hogyha más számot látunk, tehát ilyen szilárd palackokon, és főleg például kerékpárosok, sportolók visznek magukkal a műanyag palackokat, és abban tárolnak különböző üdítőket. Most azok jó részénél bizony, a sport flakonoknál bizony benne lehet ez a bisphenol A nevű vegyület. Hát de pár óra alatt is ki tud belőle oldódni? Igen. Óránként mérik az oldódást, tehát volt egy ilyen kutatás, de ezek nagyon kis mennyiségük, tehát, tehát nanogramokról beszélünk. A hő- és fényhatások ezt elősegítik? Ezt így az van. Oldódást, vagy kioldódást még jobban? Így van, erről is szeretem volna beszélni, és jó is, hogy kérdezed, Jani, mert ha forró vizet töltök egy műanyag PET palackba, akkor sokkal több műanyag vagy bisphenol A oldódik ki, és antimon, mint hogyha hideg vizet töltök bele. Tehát úgy tűnik, hogy azt kell javasoljuk, hogy meleg forró folyadékot ne töltsünk műanyag flakonba semmiképpen. Ezt csak azért mondom, mert sokan mennek ugye a forrásvizekhez, illetve a gyógyvizekhez, és a forró gyógyvíz tör fel, akkor mennek és töltik a műanyag palackokat, és abba tárolják otthon, és óránként 8-30 nanogram mennyiségű BPA oldódik ki, és minél több órát áll a műanyagban mondjuk a forró ital vagy víz, annál jobban fokozódik ez a kioldódás, az antimon nevű fém is oldódik, tehát minden kevesebbet tároljuk műanyag palackban a vizet. A szénsavas vizeknél is ez a probléma egy picit nagyobb, a szénsavmentes vizeknél nem annyira. Az ásványvizek olyan palackokban vannak, amelyek nem tartalmaznak BPA vegyületet, csak antimon van bennük, de a szakma szerint ez igen kis mennyiség, és nem jelentős. Ez nagyon fontos kioldódás. Kérdés a műanyag palackokkal, hogy az alkohol milyen hatása van, tehát a borok és a pálinkák szállítása a műanyag palackban, az veszélyezteti-e a fogyasztóját? Hát nincs jó hírem, Feri. Azt gondolom, hogy igen, elég agresszív, hogy az alkohol egy agresszív anyag, azért valljuk meg. És azért a borognak is van savtartalma. Fekete ribiszke lénél, tehát különböző gyümölcsleveknél figyelték meg, hogy magasabb a kioldódási arány, ugyanez igaz tehát a borra is. Jó, tehát csak üvegben szállítsuk. Csak üvegben, tehát akkor Ferének is azt javaslott, hogy adott esetben, hogyha megébred egy szép tavaszi napon, és azt gondolja, hogy most neki el kell indulni, és háromszor körbetekelni a velencei tavat, akkor vigye üvegben, csatos üvegben a frissítőt magával a kerékpárjának a kulacs tartójába. Igen, mert ráadásul fröccs duplán veszélyes a szénsav és a bor miatt. Jó, hát de egyébként jó, hogy mondod, a bor. Hát a magyar lakosság hány százaléka fogyasztja a bort, ugye úgy, hogy elindul egy ilyen kis kannába. Igen. És ugye ezek a kemény palackok. Hát én inkább azt mondanám, hogy milyen dolgok történnek akkor. Azoknak is feltüntetik az alján, bocsánat, ez ilyen marmokanáknak is feltüntetik az alján, hogy van egy káros anyagtartalom? Én azt hiszem, hogy kötelező segítség lenne anyagra rátenni. De most megfogtatok. Szerintem megnézzük. Egyet és megnézzük. Megfogtuk. Elhúztad válaszolni. De vegyük át akkor a számokat, hogy mit nézem. Mondjuk csak azt, ami jó. Vagy mondjuk azt, ami nem jó, hogy az ember meg tudja jegyezni ezt a néhány számot. Te tényleg veszel ásványvizet, megnézed azt a számot, megtanulod, hogy oké, egyes, tök jó, vihetem, ihatom, azzal nincs baj. Tehát mik a jó számok, amik jót jelentenek? Egyes, kettes, négyes, ötös. Egyes, kettes, négyes, ötös. Tehát a hármas nem. A hármas egyes, kettes, négyes, ötös. Miért nem lehet mindig egyes tenni? Tehát van különbség, hogy az egyes más, mint a kettes? Más az összetevő. Más anyagból van. Így van. A kettes az például egy nagysűrűségű polietilén, HDPE jelű, ez rajta is lesz a flakonon. Van a négyes, az egy alacsony sűrűségű polietilén, aki műanyagiparban dolgozik, azt tudja ezeket értelmezni. És az ötös, az a polipropilén, PP. Tehát azt keresjük az akkor a palackon, hogy 1-es, 2-es, 4-es, 5-ös, valahol találjuk meg ezeket a számokat. Abban nem oldódik semmi akkor. Így van, de az 1-esnél, amiről beszéltünk, legtöbb esetben ugye 1-esről beszélünk, tehát PET palackról beszélünk. Ilyen esetekben, ahogy beszéltük, a savas és a forró italokat kerüljük, ott a hideg és főleg szénsavmentes dolgok azok reálisak, tehát egy PET palack az úgy mondjuk, hogy jó, de ilyen feltételek mellett. Az összes, de akkor mi van a szénsavas vizekkel, amik 1-esben vannak? Ott egy picit nagyobb a beoldódási esély, de határérték alatt van, mielőtt még valaki jelezné felénk, tehát határérték alatt van, de a mennyiség, amennyi kioldódik, mondjuk az antimon, illetve a hát itt csak antimonról beszélünk, bocsánat, mert a BPA nincs a PET palackban, tehát csak antimonról beszélünk, az egy picit nagyobb a szénsavas italoknál,
meg ugye, ahogy mondtam, a gyümölcsitaloknál is. Jó, én ehhez nem értek, csak kérdezem, hogy a határérték alatt van, az jó. Ugye egy üvegre ki van számolva, hogy mi a határérték, tehát az ember abból többet iszik, akkor a sok pici határérték azért az ő egy szem szervezetében összeadódhat. Ez ugyanúgy, mint az elszámok esetében. Hát nem? Itt kezdődik a szakmai vita. Aha. Mert attól, mert egy italban határérték alatt van egy bizonyos fém, ami ugye feltételezhetően belenyúlhat mondjuk a bizonyos folyamatok, mondjuk rákkeltő lehet nagyobb mennyiségben. Itt jön a szakma. A szakma egy része, jó része azt mondja, hogy ezzel nem kell foglalkozni, ez határérték alatt van. Más része azt mondja, hogy ezzel kell foglalkozni, mert koktélhatás jön létre, mert a körülöttünk számos hasonló vegyület van, ezekkel együtt reagál. Máskülönben, amikor lecserélték az aszbeszt fékbetéteket az autóknál, olyan új fékbetétek vannak már a kocsikban, amelyek antimon tartalmaznak, tehát lényegében a légkörbe az aszbeszt után antimon kerül, tehát most a nagyvárosokban, ahol mondjuk forgalmas helyeken vagyunk, ott az antimon tartalom a levegőben nagyobb, és pont a gyerekeknek ugye a szintjén, ahol ők ugye a belélegzik a levegőt, ott az antimon szint a levegőben is nagyobb, és a szakma azt mondja, hogy igazából a levegőben is van antimon, nem csak a palackban, ezek ugye összeadódhatnak. Ezzel egyesek szerint foglalkozni kell, mások szerint kevésbé. Nem túl megnyugtató azért. Mi helyzet a cumis üvegekkel például? Ugye gyerek mikró betesszük, megmelegítjük, tejet, tápszert, hát azért ezt nagyon volt sokan ebből csinálja. Volt ebből gond, és meg is szellőztették. Ugye Kanada, és azt hiszem Dánia indította el ezt a folyamatot, majd csatlakoztak hozzá mások is, most már az Európai Unió is. Úgyhogy sok évvel ezelőtti cumis üvegekben még sajnos volt BPA nevű vegyület. Most már olyan termékek vannak a forgalomban, olyan cumis üvegek, amelyekben nincs biszfenol A vegyület, tehát itt is egy pozitív folyamat indult el. Tehát ezekben lehet akkor melegíteni, vagy ezek nem károsak, ha melegítünk? Most már azt mondjuk, hogy nem károsak, de a számokat megvallom, hogy le kell ellenőrizni, tehát még egyszer mondom, hogy az 1-es, 2-es, 4-es, 5-ös, 3-as és 7-es, az nem jó, ezt azért muszáj elmondani, tudom, hogy ez most nehogy kavarodást okozzon, tehát 3-as és 7-es, tehát hogyha cumis üvegen vagy 3-ast, vagy 7-est látunk, akkor azt nem. Hát azért nem, hogy nem lehet forgalomba. A következő a mikrózható edények. Ugye ott alapvetően azért tesszük a mikrohullámú sütőbe, hogy melegítsünk. Tehát ott eleve hő fogja érni a műanyagot is. És itt vigyázunk, tehát mindig, amikor mikrózható edénytől műanyag edényt vásárolunk, akkor a számot nézzük meg. És azokkal az edényekkel mi helyzet, amit az ember mondjuk ilyen ételfutár cégektől vásárol? Azok is ilyen ugye műanyag edények. És ez mondják, nagyon jó kérdés. Köszönöm szépen. Kába, hogy ez a dolgom, ezért vagyok itt. Ez nagyon. Hogy ezt is ugye beteszi az ember a mikróba, megmelegszik benne az étel, de itt is hallani azért, hogy olyan dolgok idézőjesen áznak ki ezekből az edényekből, igen, amik nem arra lettek kitalálva azért, hogy hő érje őket. Nem érdemes áttenni egy tányérba? Igen, nem szeretnék egy céget sem bántani. Egyrészt érdemes leinformálni a céget, szerintem szabad kérdezni, abszolút. Ha nem örül a kérdésnek a cég, akkor nem biztos, hogy szóba állok vele. Ma már olyan világban élünk, hogy kell kérdezni, és muszáj válaszolni is. Másrészt, amikor megkapom az élelmiszert, átteszem egy porcelán, vagy nem tudom, zománcozott tányérba, edénybe. Szóval a lényeg az, hogy amilyen hamar csak lehet, a műanyagot kerüljük. Főleg melegítés során. Uh-huh. Tehát, hogy nem jó akkor, hogy abba bedobom mikróba, melegítem, tűzforró lesz, mert ott itt szépen oldódhatnak így ki van. Dolgok. Az ételkiszállításnál pont az a helyzet, hogy forrón érkezik az étel. Tehát ott valószínű már egy, nem tudom, 30-40-50 perce benne van a forró étel a műanyagba. Tehát nem szerencsés. Menekülünk, nem? A műanyagtól. De ott át is adják a műanyaggal együtt, és aztán visszaadom. Hát vagy hidegen megrendeled, vagy egy napra előre megrendeled, vagy melegen hozzák, igen, attól függ, igen. Hát most nem a klasszikus ételhordót mondta a Balázs, hanem az étel cégek úgy szállítanak. Tudod, ezeket a fehér lefóliázott tálkákat, amiket te megfogsz, bedobod a mikróba, megmelegíted, lehúzod róla a fóliát, és akár úgy távol megeszed. Vagyok rá, meg kéne nézni, hogy egyetem van-e rajtuk szám, milyen szám van rajtuk, illetve a cég figyele arra, hogy olyan göngyölekben szállítsa a forró terméket, ami jó minőségi műanyag. Hát, ha ez a műsor is segít abban, hogy ez ebben változás. Nem lenne egyet megnézni. Kérdezik például még a ballonos vizet, arra ugyanúgy rá kell írni. Tudod, van ez a munkahelyenek, az 5 liter, 10 liter, 20 literes nagy ballonos vizek. Hát ezek, igen, most már nagyon sok helyen vannak, hogy ott is számot érdemes nézni. Egy műanyaggyártó köteles ráírni a termékére, hogy ez az milyen anyagból készült. Ezt a fogyasztónak tudnia kell. De itt is, amit hoztam nektek, különböző ásványvizeket, kis is rajta van, egyébként mindegyiken van rajta. Találtok magán a címkén, és magán a flakonnak az alján, vagy a legalján, vagy az alsó peremén találtok egy háromszöget, és abban egy számot. Igen. Az rendes, hogy nem akarsz minket megmérgezni 0-1-es. Így van, köszönjük. Köszönjük szépen. Jó, vagy köszönjük. Megnézem a másikat is. Az is 1-es. Rendes gyerek vagy.
köszönöm. Nem mérgezel minket, egyes hozott. Én megnéztem, mikor vásároltam most, igen. Igen. Nem, az hármasokat hozta volna, mert volt belőle otthon, és ilyen fogy. Egyébként azért is ezzel a témával foglalkozni, mert nézzétek, mi az élelmiszerekkel foglalkoztunk eddig, de azzal nem foglalkoztunk, hogy mibe tároljuk. És látjátok, hogy nem csak az számít, hogy mit eszünk, hanem hogy mibe rakjuk. De annyi mindenre figyelni kell a mai világban. Figyelj, szokott olyan lenni, hogy így nem tudsz kompromisszum nélkül megcsinálni egy ebédet vagy egy vacsát, és azt mondod, hogy inkább hagyjuk a francba az egészet. Hát én már például nyersnapot tartok, de annak nem azért tartom a nyersnapot, mert nincs hogy gáz. Már nincs mit ennem, hanem tehát kompromisszumok nélkül is lehet ételt csinálni. Azért megvallom, hogy előfordul, hogy kompromisszumokat kötök, de ez ennek is van határa. Tehát nekem a kompromisszumok terén is vannak a kompromisszummentesség. De az a baj, hogy sokszor tényleg azért, valójában őszintén időben, energiában tényleg annyit kellene belefetszölni, hogy mondjuk egy pörgősebb életet élő ember, családfő számára azért ez nem egyszerű dolog. Odafigyelni a műanyagra, odafigyelni arra. Szerintem ez szokássá válik. Ez egy idő után megszokod. Ez megy zsigerből egy idő után. Egy idő után zsigerből megy tényleg. Tehát, hogy egyszerűen fogod, megfordítod, egyes tudod, vagy azt a típust veszed mindig, mert azt tudod, hogy egyes. Tehát, hogy az elején baromi nehéz átállni, de utána szerintem ez megszokássá válik. Igen, az olyan, mint az elszámok kérdése, hogy amikor az elszámokról szóló előadásaimat elkezdtem, akkor az emberek szinte fejvesztve menekültek, hogy fogom én ezt megjegyezni, és most már az emberek fejbe benne van az a 4-5 S-szám, amit már figyelnek és néznek, és nem okoz semmilyen lelki bajt, hogy ezt megjegyezték. Annyi minden elfér a fejünkben, legalább akkor pozitív dolgokkal. Na mi egy kompromisszumnál a tessék? Tehát elfogyott a barna rizs, akkor belemész egy jászmér rizsbe? Vagy nem, tehát, nem, arról szó nincs. Szó nincs, nem, tehát nem. Mondjuk, jászmér is nem vennél a szállat? Isten kísértés. Kicsit azért egyszerűen. Távozz tőlem. Volt egy két helyen, ahol ettem jászmér rizst, de vagy inkább kevesebbet, vagy inkább csak udvariasságból egy kis kanállal leszettem belőle. Hát, ma megkívántam, most mit csináltam? Most megint oda akarok bújni hozzád ilyenkor. Megölelgetnélek, mikor udvariasságban. Udvariasságban, egy kanál jászmér is. Hát most mindjárt megölellek. Na azt gondolom, hogy az emberek, tehát az udvariasság gesztusa fontosabb, mint a maga az étel. Ja, mire szeretne. Viszont ma kötöttem egy kompromisszumot, na, mert kandírozott gyömbért tettem az áfonya mellé. Tákulja fáját! Hihetetlen. És ugye a kandírozott gyömbérben egy kis cukor azért van. Kezdesz bűnösen élni. Nem tetszik ez. Hova vezet ez az út? Vizet prédikál, és ilyen kandírozott cuccokat szabál közben. Többenetes. Mekkora csalódás ez nekem. Viszont az áfonya tisztító hatása miatt nem tartottam annyira ennek a cukornak a hatásától. Mert a bocsánat, csak azért csapkodjuk az asztalt, hogy újra sztereóba szóljunk. Na, de akkor már mi volt a reggeli, rákérdezek, hogy mivel bűnöztél ma, meg mi ez a nyers nap, beszélj erről egy kicsit. Nyers napozom, ez azt jelenti, hogy gyümölcs, tehát délelőtt gyümölcs, délután pedig nyers zöldségeket fogyasztok. És dióval, illetve hát olajos magvakkal fogyasztom, illetve nyerséket is készítek, mondjuk zöld tormixot készítek. Mm-hmm. Tehát úgy, hogy bemész egy gyorsan, és mondod, hogy kész egy séket, meg egy asztalt, így? Jézus! Hát áfonya, alma, egy kis banán. Lehet, hogy itt meg fogtok szólni, mert a banán ugye az egy déli gyümölcs, és nem minden. Hát kicsit azért most várom, hogy vége legyen a megszólásnak, hogy erről a banáról még itt kint a folyosón beszélgessünk, hogy fej vagy Gyomor Gábor. Ez a banán, ez nem tudok neked megbocsátani. Nem, mi a baj a banánnal? Déli gyümölcs. Tele van káliummal. Nem, igazából például az nem baj, hanem ugye fölvetődik, hogy mesterségesen érlelik, hogy DDT-t találtak benne egyebek, és időnként az előadásokon rossz szemmel néznek rám, hogyha banánt mondom, de itt egy pici megalkovás nekem belefér. Na, ilyen előadásokra én már nem akarok elmenni, ahol már azt mondod, hogy banán is még. Egyébként a hallgatóink között vannak. Volt egy-két, nem tudom, nem szelet, narancs. És az anyukák ülnek az első sorban, felállnak mellőled, és elülnek máshova, tudod, és ott maradsz egyedül. Jó, csak egy szelet banán volt. Udvariasságból fogadtam. Na jó, akkor kimegyek. De megettem hozzá 10 g fényt. Na jó, akkor visszaülünk. Tehát vannak banán érlelő helyek például Magyarországon, ahol egy gázzal ezeket, tehát a külföldről hozott banánt lefújják. Tehát van ismerőseknek banán érlelője van például. Igen, de nem... Nem jó a gáz, amivel lefújják? De hogy etilénnel érlelik, az igen. Etilén az segíti ugye az érést, olyan szabályozott légtérben tartják, hogy a banán gyorsabban érik, de nem visznek bele a banánba idegen anyagot. Uh-huh. Hogyha mondjuk egy zacskóba, egy zárt, lezárt zacskóba betesztek mondjuk banánt vagy almát, egy idő után beleszagoltok ebbe a zacskóba, akkor etilént fogtok érezni, mert termeli a gyümölcs. Egy idő után elkezd gyorsabban érni a zacskóba, lezárt zacskóba tett banán, és sokkal gyorsabban érik így, mint hogyha kint hagyod a konyha kredencen. Ez azért van, mert az általa termelt etilén megérleli
a zárt térben. Ugyanezt csinálja az ipar is. Csak mesterséges. A mesterséges érlelés nem víz be idegen anyagot, a hátrány az, hogy a terméket igazán sok fény nem éri, a vitamin tartalma ugye más, tehát nem az a nagyon természetes gyümölcs, mint nekem csak azt mondja, kálium van benne, mert a gyereknek káliumot kell lennie. Eheti a baránt? Van benne kálium? Van kálium. Banánban, igen. Na. Nagyon jó. Paradicsomban, banánban, krumpliban van kálium. Most a paradicsomról olvastam pont, hogyha beteszed a hűtőbe, az azért nem jó, és a legtöbb ember hűtőben tárolja, mert hogy van az ízért felelős valamilyen vegyület, ami a hideg hatására megszűnik működni. Ha viszont kint hagyod a szabadban a paradicsomot, mondjuk ott a mosogató mellett, semmi baj nem lesz, nyilván nem hónapokig, és folyamatosan termelődik ez a vegyület benne, ami azért felel, hogy jobb legyen az íze. És kipróbáltam, és tényleg működik. Egy hűtőben tartott paradicsomot összehasonlítasz a szabadban tartott paradicsommal. Úgy, hogy az asztalon tartod, mint tudom én, az almát. Jobb íze van a paradicsomnak. Micsoda tudományos kutatás. Én ezeket elolvasom, mondom, kipróbálom, és tényleg más az íze. Már évek között kipróbáltam, én számtalanszor tapasztaltam, hogy az asztalod úgy néz ki, mint egy ilyen gyümölcsérlelő, gyakorlatilag hetekre oda vannak. Lerakom mindenféle termékek. Az a baj, hogy jöttök az annál, és azonnal besöpörtök mindent a kukába, nem tudjátok, hogy épp egy tudományos kísérletet. Valójában egy kísérlet. Egy tudományos kísérletet folytatok az asztalon, hogy jöttök, rendet raktok, soha nem találok semmit, Gábor, nem tud meg milyen. Hát te megőrülnél. Minden átmászik az asztaláról, az ennyire, aztán már kénytelenek vagyunk kidobni, miután annával együtt lefogjuk. Hogy tudtok a paradicsomhoz is hozzányúlni? Hát megölik itt a tudományos kísérletezés. Nem, ez csak mondom. Itt egy kicsi félig megrágott kis kifli van. Messze még a vége az adásnak. Ó, hát kell nekünk más is. 10 órakor jön vissza nézni. De teljes örlésű. Jó, tehát még egyszer a számok akkor, ami jó, 1-es, 3-as, 7-es. Ugye? Ezt kell figyelni. És meg kell még tőlem kérdezni, hogy ennek a biszfenol A-nak milyen hatása van, és főleg gyerekekre. Hát gondolom, hogy a gyerekeknél nyilván biztos van milyen hiperérzékenységet vált ki, vagy hiperaktivitás viselkedés. A gyerekekre általában minden vegyület így hat, nem? Igen, itt enyhe hormonhatást tartunk. Tehát 14 éves korig ugye figyelünk a műanyagra, utána is, csak a felnőtt szervezete viszonylag könnyebben bontja ezt a vegyületet, tehát ezt a BPA nevű vegyületet. A gyerekek hormonháztartását befolyásolhatja, fejlődési rendellenességet okozhat, egyes esetekben daganatképződést okozhat, elhízást, korai nemi érést, meddőséget és cukorbetegséget. Nem mindenkinél mindent, egyáltalán nem biztos, de a szakma egyes kutatásai szerint ezt okozhatja, ezért várandós anyukáknál, gyerekeknél figyelünk a műanyagra. Jobban. Hát, Gábor, köszönjük szépen. Az biztos, hogy te semmit nem szedsz, vagy eszel, amiben olyan anyagok vannak, még hiperaktivitást keltenek az emberben. Kérdezni is akartam, mivel szedálod magad rendszeresen, zsoltárokkal? Igen, egyébként ez így van. Szó szerint így van. Egyébként én üvegben tartok szinte mindent, nagy üvegeink vannak, és abba töltök át mindenfélét. Reggel bekeverjük a tisztított csapvizet, üvegbe, nagy két literes üvegbe. Jó, csak bekeverjük a tisztított csapvizet, az mi, hogy a tisztított csapvizet keversz egy kis ásványvizet? Így van, amiről múlt héten beszéltem. Igen, hogy nem iszol csak sima tisztított vizet, hanem kevered egy kicsit. Így van, egy picit. Azzal is elmegy a reggel. Csak mondom egyébként, hogy Hannibal Lecter is néhány dolgot üvegekben tartott egy lezárt raktárban, ugye láttuk a Bárányok hallgatnak című filmmel, lehet, hogy Gábornak is egy-két ellenfele a szakmából is úgy végezte, hogy egy üvegben tárolják bent a stelázsit. Azért egyszer úgy elmennék hozzád, amikor neked szülinapid van, és egy ilyen meglepi partid van, vagy egy ilyen bogrács parti nálatok, vagy úgy, amikor úgy kirúgtok a hámból. És viszel egy hatalmas puncs tortát. Amikor egy gyere át, mert a Tóth Gáborék buliznak. Igen. És én úgy átmennék oda, hogy megérkeznék, úgy vinném, amit én úgy gondolok egy ilyen buliba, hogy hoznám, hogy leülnék közétek, hogy mennyi idő alatt közösítenétek ki engem, mennyire lennék magányos egy ilyen bulin, hogy gyere Bali Gáborral buliznak. Egyáltalán nem. Időnként barbecue-zunk, és kitűnő padlizsánok sülnek ilyenkor. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.